Éppen tisztelt hölgyeim és uraim, valóban titokzatos és sok titok lengi körül a kormány munkáját. Továbbra sem tudjuk, hogy Ángyán József állítása igaz-e. Pontosan az, hogy a kormányból csak 6-8 ember delegál a miniszterelnök, a többieket pedig maffia családok delegálják a kormányba. Továbbra sem cáfolta senki ezt a kormány részéről. Ez is az egyik titok. A másik titok az az, hogy miért gondolják azt, hogy az emberek nem tudnak számolni. Miért gondolják azt, hogyha ebben a teremben elmondanak ilyen statisztikai adatokat, azt az emberek nem tudják a saját számláikon ellenőrizni. Miért gondolják azt, hogyha valamit megemeltek tavasszal 40%-kal, és abból 10%-ot visszatesznek, akkor az emberek ezt nagy sikerként fogják megélni. Miért gondolják azt, hogyha 10% rezsicsökkentést adnak, majd pedig egy hét alatt 40-50 ezer forintnyi plusz adót tesznek rá az emberekre, azon a 12 új adón kívül, amit a 3 év alatt rátettek, ami 100-150 ezer forintot vett ki éves szinten az emberek zsebéből. Miért gondolják azt, hogy az emberek ezt nem tudják összeadni, és kijön nekik az, hogy a szaldó az ő számukra még mindig negatív. Ez az egyik titok. De hát amióta elindult a nagy trafik mutyi akciójuk, azóta szeretné megtudni egy ország, hogy mi történt ennek a hátterében. Szeretnék megtudni, hogy aki nyert, az miért nyert, aki nem nyert, az pedig miért nem nyert. Önök ebben is titokzatoskodnak, egész egyszerűen nem hajlandók nyilvánosságra hozni azokat a releváns tényeket és adatokat, amik alapján ezek a pályázatok összehasonlíthatók lennének, és ezekről a pályázatokról végre kiderülne, hogy miért nyert, aki nyert, és miért nem, aki nem. Természetesen az emberek már pontosan tudják, hogy mi volt a háttérben, és az a titokzatoskodás, ami körüllengi ezt az ügyet, csak megerősíti őket abban a hitükben, hogy ez nem volt tisztességes, nem volt törvényes, és semmiképpen nem volt korrekt eljárás, ami a dohánykoncesziós pályázatok között volt. Pontosan hallotta az egész ország az önök fideszes politikusainak azt a hangfelvételét, ahol egyértelműen bebizonyosodott, hogy politikai szempontok alapján osztották ki a dohánykoncesziós ügyeket. De hát mindenki tudja, például a mi városunkban, Tatabányán a fideszes frakcióvezető asszonynak a 18 éves kislánya véletlenül nyert nyilván 4 darab trafikkoncessziót, de azért még egy 5. nyert az alkalmazottja is, hogy meglegyen a kerek szám. Mindenki tudja itt is, a városban is és az országban is, hogy ezek nem véletlenek. Ezek politikailag kiosztott ügyek voltak, egy 500 milliárdos piac lenyúlása, és ezek a kis halak, ezek az apró halak, akik a frakcióvezetőik, a vidéki politikusaik, azoknak a haverjaik, a lánya, fia, sógora és egyéb családtagjaik, azt tudjuk, hogy a jéghegy teteje, mert az igazi nagy biznisz az ott valahol Lázár úr városa környékén keresendő, az 500 milliárd nagyobb része valahol ott hasznosul a Fidesz számára. Hiába kéri szinte mindenki, hogy hozzák nyilvánosságra a pályázatokat, nem hozzák nyilvánosságra, annak ellenére, hogy a miniszterelnök úr megígérte, hogy amikor alá lesznek írva a szerződések, minden releváns adat nyilvánosságra lesz hozva. Ehhez képest most a Dohánymutyi ZRT föltette a honlapjára 3176 darab emlékeztetőt. Ez a 3176 darab emlékeztető semmivel több adatot nem tartalmaz, mint amit eddig is tudtunk. Föl van sorolva, hogy ki nyert, ki nem nyert, és utána pedig 3176-szor ugyanaz a három oldal oda van fénymásolva, de olyannyira ugyanaz, hogy még az elütések, meg a helyesírási hibák is 3176-szor ugyanott fordulnak elő ezekben az anyagokban. Ha azt gondolják, hogy ezzel bármit nyilvánosságra hoztak, semmit nem hoztak nyilvánosságra, csak kínos helyzetbe hozták a miniszterelnöküket, aki ezt megígérte, és most sajnos az önök és a Dohánymutyi ZRT miatt sajnos hazugságba kell keverni a miniszterelnököt, mert ő megígért valamit, ami nem lett. Hölgyeim és uraim, most pedig tovább akarják ezt a titkolózást folytatni, sőt meg akarják semmisíteni ezeket az adatokat, mert úgy tudjuk, hogy elkezdték visszaküldeni ezeket a pályázatokat, a győztes pályázatokat, pont azért küldik vissza a pályázóknak, hogy aztán ott kézen közön eltűnjön, és soha többet senki ne tudja ellenőrizni, hogy ez a pályázat korrekt és törvényes volt-e, vagy nem volt korrekt és nem volt törvényes, ahogy egyébként mi hisszük. Szeretnénk mondani, hogy teljesen mindegy, hogy önök megsemmisítik-e, visszaküldik-e, elégetik-e, vagy beleszórják a csendes
óceánba ezeket a pályázatokat. Egy biztos, hogyha ezek a pályázatok a következő időszakban, a kormányváltás után, hiszen alakul egy új koalíció, ezt hallottuk is, hogy beismerte a fideszes politikus, hogy 2014-től új koalíció vezeti Magyarországot, és ez nagyon rendben van, hogyha ezek akkor nem lesznek ellenőrizhetők, akkor ezeket a pályázatokat így is, úgy is törvénytelennek, érvénytelennek tartjuk, és érvényteleníteni is fogjuk. Köszönöm szépen!